Az embereket szembesítik a rasszizmusuk önveszélyességével. A Hősök Tere mozgalom legújabb kampánya is erre mutat rá. A szervezet nagykövete pedig legújabb könyvében arra is talált példát, hogy a háborús áldozatok, illetve a menekült hullám által generált gyűlöletből hogyan teremthető pozitív kezdeményezés. Orosz Györgyit és Algaui Esznát kérdezzük. Ugyanezzel a témával folytatjuk. Képzeljék el azt a helyzetet, hogy szervátültetésre várnak, egész pontosan szívátültetésre, és két donor van. Az egyikük egy szimpatikus, szőke, férfi, középkorú, viszont kiderül róla, hogy homoszexuális. A másikük pedig egy sötétbőrű férfi, akiről időközben kiderül, hogy cigány. Kit választanának szervdonornak? Ezzel foglalkozik, ezzel a példát hozza föl a Hősök Tere kezdeményezés a legújabb előítéletesség elleni kampányában. Erről fogunk beszélgetni Orosz Györgyivel, szia, és Algaui Esznával, a kezdeményezés egyik nagykövetével. Próbáljuk elindulni onnan, hogy nyilván nektek is volt az életetekben olyan helyzet, bár tudatosan próbáltok nyilván az előítéletektől szabadulni, amikor nem sikerült. Volt ilyen? Már, hogy amikor nem sikerült. Saját előítéletetektől, igen. Ó, erre a legszebb példa az, amikor én időnként szalont szervezek a lakásomon, és vendégünk volt egy Forgács József nevű úriember, aki egyébként Ausztráliában élő szociálpszichológus, és hozott egy tesztet, arról beszélt, hogy emberi értékekről beszélt akkor, és hozott egy tesztet, hogy megnézze, hogy mi előítéletesek vagyunk-e. És akkor az ott lévők többsége azt gondolta, hogy jó, hát én nem. És én is így gondoltam, hogy nem. És hát elbuktam, én is. Szóval, hogy olyan neveket rakott elém, amiről azonnal beindul az előítéletesség, hogy azonnal beindult bennem is, meg beindul másokban is. Eszna? Igen, nekem is olyan, most azon gondolkodtam, hogy természetesen sok ilyen helyzet adódik, és az én életemben is volt olyan, hogy akár vallási, akár más típusú előítéletek dolgoztak bennem, de szerintem itt fontos kiemelni, hogy itt nem pusztán ilyen vallási előítéletekről, vagy etnikai előítéletekről van szó, hanem sokszor társadalmi különbségek közötti előítéletekről is, és velem például előfordult olyan, hogy egy hölgy megállított az utcán, és hát elég rosszul öltözött volt, és ugye egyből azt feltételeztem, hogy majd biztos valamit kérni szeretne, vagy pénzt kapni tőlem, stb. És én nagyon kelletlenül láttam meg, inkább próbáltam is tovább menni, éppen sértem valahova, és kiderült, hogy látta az egyik bávelt, a régi műsoromat, és hogy azzal kapcsolatban csak megszerette volna köszönni. És annyira rosszul éreztem magam, hogy úristen, pont én, aki pont a bábelekben is, és egyébként a munkásságomban annyira törekszem arra, hogy az előítéleteket bontsam, még én is képes vagyok így reagálni, szóval nagyon elszigyeltem magam, és ez is megerősítette abban, hogy muszáj ezzel foglalkozni, saját magunkat is picit megvizsgálni, mert önkéntelenül sokszor így reagálunk. Igen, és most szerintem kimondtad a kulcsmondatot, hogy ezen dolgozni kell, és tudatosan kell rá törekedni, hogy ezt valaki magában leépítsen. De mi van akkor, hogyha valaki ezzel egyáltalán nem akar foglalkozni, és így még inkább kiszolgáltatott a manipulációnak is? Csak mondjuk az előző két témánk menekültekkel kapcsolatban, a romákkal kapcsolatban. Tehát, hogy ha már akarunk, rosszul foglalkozunk fogja. Vele, akkor rosszul úgy fogja magát érezni a bőrében. És szerintem ez senkinek nem lehet célja. Tehát, hogy ha valaki frusztrált, feszült, ha olyan kommenteket ír, hogy ez a hülyeség az egész, mit gondoltok, meg miért, hogy ez jó lesz-e neki. De igazán én azt gondolom, szerintem mi nem azokon az embereken fogunk tudni fordítani, akik nagyon ellenállnak és így akarnak lenni, mert végül is joga van mindenkinek így dönteni, csak valójában ez nem egy saját döntés, hanem egy kényszer, amiben bele vagy passzírozva. És a szabadsága az, aminek akkor születik meg, azt hiszem, amikor adott helyzetben, amikor ez éri őt, vagy ő lesz előítéletes, vagy mások vele szemben ilyenek, akkor húz egy vonalat, hogy ezt hogy akarom én megélni. Biztos, hogy úgy, hogy rám tolják, vagy megállok egy pillanatra, és elgondolkozom, hogy aha, ez történik most velem, ebbe tolnak bele, esetleg dönthetek másképp. És egyébként mindezt alapul véve, amit most Györgyi mondott, szerintem nagyon fontos az, hogy a félelmek szerepe, és nem véletlenül én is erről írtam a könyvet, mert nem háborús zónákban félnek csak az emberek, hanem sokszor a félelmek úgy dolgoznak bennünk, hogy abszolút nem is vesszük észre, hogy félünk, és szerintem pontosan ez történik az előítéletek kapcsán is, hogy sokszor azért gyártunk kifogásokat magunknak, hogy más embercsoportokat, vagy másokat elítünk, mert alapvetően nincs információnk, és minden
minden, ami ismeretlen, az félelemmel tölt el minket. De sokszor racionalizáló lények vagyunk, ahogy Eliot Aronson, a világhírű szociálpszichológus is megmondta. Tehát a viselkedésünket sokszor és az értékítéletünket megpróbáljuk alátámasztani, és inkább bűnbakká teszünk egyes embereket vagy csoportokat, hogy igazoljuk azt a fajta távolságtartást, ami sokszor csak a félelmeinkből adódik, és a baj igazából nem egyértelmű számunkra. Tehát, hogy, ahogy te is mondtad, hogy nagyon sokszor ezek úgy dolgoznak bennünk, ezek a félelmek, hogy mi nem érzékeljük azt, hogy félünk valakitől, csak azt érzékeljük, hogy el akarjuk távolítani az egész ügyet, hogy elítélünk bizonyos tulajdonságok vagy dolgok miatt embereket, miközben nincs is információk rólunk. Csak hogy ezzel ugye azt érezzük, hogy valamitől tartanunk kell, elkezdünk mindenféle falat építeni magunk köré, pontosan azért, hogy mindenféle ismeretlen dologtól távol tartsuk magunkat, de hogy ezzel magunkat is elszigeteljük, és pont akkor érezzük az életet egy ilyen kiszámíthatatlan dolognak, amikor sodródunk az eseményekkel, és a biztonságérzetünk fokozatosan csökken, amikor ezt érzik, hogy csupa veszélyes és általunk nem ismert dolog vesz minket körbe, és azért veszélyes, ha erre rájátszik szerintem a politika. Igen, számomra a legérdekesebb része a könyvednek, ugye, aminek az a címe, hogy Félj bátran, és ez egy érdekes megközelítés, az tényleg az volt, hogy mennyire tudatosan kezelni a félelmeinket, és hogy a félelem legyőzésének egyik módja az, hogy önbizalmunk legyen abban, hogy helyzeteket, új váratlan helyzeteket kezelni tudjunk. Csak hogy ugye a szociológusok meg azért a magyart olyan emberként jellemzik, nem jó az általánosítás, de azért mégiscsak, aki fél a versenyhelyzetektől, nem bízik magában, úgy látja, hogy a tudása nem versenyképes, nyelveket nem beszél, az oktatás nem jó, hogy ő nem hiszi azt, hogy hely tudna állni. És akkor így már logikus, hogy fél, hogy inkább bezárkózik, nem? Van egy másik része is ennek egyébként, hogy ugye mindannyian akarunk döntéseket hozni az életünkben, és ilyen apró meg nagyobb dolgokban is, és ezek nem feltétlenül nagyon tudatosak, és többnyire azt gondoljuk, hogy mi alaposan eldöntöttük. Vegyünk egy fogkrémet, mondjuk, hogy úgy gondolod, hogy mikor leveszed a polcról, hogy akkor te ezt eldöntötted alaposan, de te egy fenét. Igazából nem nézed meg, hogy mi van ráírva, annak milyen hatóanyaga van az, hogy hat rád, mert nem érünk rá ennyire. Tehát, hogy miközben dönteni akarunk, mert nem akarjuk a bizonytalanságot, nem szeretünk bizonytalan helyzetben lenni, ezért elkezdünk dönteni, de azt hisszük, hogy úgy döntünk, hogy tudatosan mi szuper döntést hozunk, de valójában csak egy nagyon pici valamiről döntünk, és abból általánosítunk egy nagy képre. És ezzel azt gondoljuk, hogy biztonságot teremtünk magunknak, de közben meg nem mindig. Szóval az, ahogyan ez az előítéletesség elindul, az tulajdonképpen egy belénk kódolt működési mechanizmus, és ennek van egy jó oldala, hogy megvéd bennünket attól, hogy káosz legyen bennünk, de van az a másik oldala is, hogyha amikor ilyen piciről döntünk valamit, vagy valakiről valamit, mert nem tudjuk, hogy ő most éppen mit csinál, akkor rossz döntéseket fogunk hozni. Beszéljünk egy picit arról is, ami a könyvben is, és a Hősök tere kezdeményezésben is nagyon fontos, hogy egyrésztről, amikor pozitív erő a félelem, akkor hősök születnek, és a hősök sok esetben akkor születnek, amikor szembe mennek a hatalommal. Az emberben alapvetően kódolt az, hogy a hatalmat tiszteli. Na de hogy tanuljuk meg azt, hogy melyik az a hatalom, amit nem szabad tisztelni, és merjünk vele szembeszállni? Ez mi múlik? Ez egy fogas kérdés. Igen. Szóval először is azt gondolom, hogy ez az én véleményem, hogy elsősorban az fontos, hogy én ki vagyok, és mi vagyok abban a szituációban, meg abban a helyzetben. Ha hatalommal szemben, vagy ha hatalom mellett, tehát ettől szinte függetlenül, hogy én ki vagyok, és én mi vagyok benne. De hogyha leegyszerűsítem, hogy most a hősök nem csak háborús hősök, hanem egy szülő, aki szembe mer menni a többi szülővel az értekezleten, egy orvos, aki a vezetőigazgatóval, tehát hogy ilyen hétköznapi helyzetekben is születnek hősök. Igen, akkor, hogyha kiállnak magukért, ugye ezek pici lépések, amiket mi is szeretnénk, hogy az emberek megtegyenek, szóval, hogy nem feltétlenül szuperhősökre kell gondolni, hanem olyan emberekre, akik azt mondja, hogy nem, én ezt már nem viselem el, vagy nem így csinálom, azért, mert bízom magamban, és van egy másik oldal, hogy az, hogy a másik mit mond rólam, az róla szól. Hogy nekem azt nem kell feltétlenül elfogadnom. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy te hülye vagy, akkor azt nem kell nekem azt megélnem, hogy én tényleg ilyen vagyok, hanem hogy bízzam abban, hogy én, amit gondolok magamról, olyan vagyok.
És alapvetően a hős definícióját is szerintem nagyon fontos helyre tenni, és a Hősök Tere és Zimbardo professzor is egyébként erre helyezett mindig nagy hangsúlyt az elmúlt évek során, hogy hős nem az, aki nem fél, és akinek szuper és természetfeletti képességei vannak. Hogy az a hős és az a bátor, aki fél, és a félelem ellenére tesz meg valamit. És pontosan ez az, hogy ezek a mindennapi kis élethelyzetek, sokszor belesodródunk olyan helyzetekbe, amiket íratlan normák irányítanak, és ezek nem olyan írott normák, mint hogy tilos valahol dohányozni, és kint van egy írás a falon, hanem olyan íratlan normák, amelyeket a közösség viselkedése determinál. Például, hogyha valaki fekszik a földön, és mindenki más elmegy mellette, az az íratlan norma, hogy nem állunk meg, hogy nem áll meg senki, tehát én sem állok meg. És szerintem a hétköznapi hősieség az valahol ott kezdődik, hogy észreveszed ezt az íratlan normát, de belül érzed, hogy ez valamilyen konfliktust okoz, mert tudod, hogy meg kéne állni, és nem igazolásokat keresel te is a fejedben, hanem te lehetsz az, aki, vagy te leszel az, aki megtöri ezt az íratlan normát, és megáll. És amint valaki megtör egy íratlan normát, egy új norma, egy új íratlan norma alakul ki, az, hogy megállunk. És ezért van, hogy amint valaki megáll, négy másik ember is megáll segíteni, és a kérdés az, hogy van-e bátorságot, hogy te legyél az, mert te is lehetsz az, aki ezt az íratlan normát megtöri. Már csak nagyon rövid időnk van, de nem árom meg, hogy egy háborús tudósítót, ha ne kérdezzem meg, főleg a könyvet kapcsán, hogy úgy idézem föl, hogy talán a beiruti bombázások idején érezted azt, hogy tényleg halálközeli helyzetben vagy. Azon hogy tudtál túllendülni lelkileg az ilyen típusú halálfélelmen? Én azt tapasztaltam a saját életemben és a különböző helyzeteken át, hogy kétféle megközelítési módja van a félelemnek. Az egyik az, amikor egyáltalán nagyon fontos behatárolni, hogy mik azok a félelemelteli helyzetek, amikor van cselekvési lehetőséged, és melyek, amiket nem. Hogyha ezeket szétbontod, már rengeteget tettél azért, hogy felismerd, hogy mi a megfelelő. Hogyha tudsz valamit tenni, akkor állj bele. De hogyha nem tudsz például egy bombázást átélni egy éjszaka egy szálláson, az pont az a helyzet, és ilyenkor csak az átértékeléssel lehet szerintem megváltoztatni a félelemhez való viszonyunkat, és az, hogy elfogadjuk, hogy félünk. Nagyon sokszor a félelemtől félünk, és ezért ezt elnyomjuk, és ezért cselekszünk az értékrendünknek ellentétesen. Miközben, hogyha elfogadjuk, tehát én is abban a helyzetben azt mondtam, hogy oké, félek, rendben van, de normális, hogy félek, mert pánikot szül, hogyha az ember elkezd félni attól, hogy fél, és ilyenkor az elfogadás, ez annyira kulcsmomentum lehet. Tehát például nagyon sokan, akik repülőgépen ilyen pánik közeli helyzetbe kerülnek. Egyszer egy fiatal hölgy mondta nekem, hogy neki ez az elfogadás volt egy kulcs, szóval, hogy igazából antól kezdve, hogy azt mondta, hogy rendben, hát oké, hogy félek, persze, nem én irányítom ezt a helyzetet. Abban a helyzetben én is azt mondtam, hogy mivel nem tudok semmit tenni, ezért tulajdonképpen most várom, ami történik, és a baj bárhol megtörténhet. Nekem ez a fatalista szemléletmód egyébként. És ezen sokat-sokat és tudatosan kell dolgozni. Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én is köszönöm.